Sziasztok, szép jó reggelt kívánok! Ez itt a Zsolt & Zsolt Spirit péntek reggeli magvas gondolatok sorozata külön kiadása. Ismét eltelt egy hét a sorozat előző része között. Jó reggelt! Isteni gúgy kávé! Csapjunk bele, mert jó kis órákig beszélhető téma van. Ugye elindítottuk az elkötelezettség sorozatot, amiben sok olyan rész volt, ami különféle területével foglalkozott az elkötelezettségnek, mélyen belástunk a célállítás rejtelmeibe, ott jó sok részt eltöltöttünk, úgyhogy többször is találkoztunk ebbe a témába, hú, kaptál egy csomó kávésbögrét, köszönöm szépen, iszok is egy kortyot még. Szóval jó belástunk a célállításba, csináltunk célírási kihívást, 15 napon keresztül napi 20 új cél, sokan megcsináltátok, sokan részben megcsináltátok, foglalkoztunk vele. Jó reggelt! Elkezdtünk el foglalkozni, áttértünk a tervezésre. Ugye a célállítás résznél egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon jók a jó célok, meg tudjuk indokolni, be tudjuk rendelni ezt időrendi sorrendben, de kéne hozzá megvalósítási terv, mert különben ezek csak nagyon szép, leírt, számunkra fontos dolgok, amik nem történnek meg. Tehát maguktól ritkán szoktak megvalósulni. Azért tenni kell valamit. Az elkötelezettség egy nagyon fontos szintje az, eljutunk odáig, hogy célokat tudunk és merünk kitűzni, elkezdjük betenni, betervezni ezeket, és a terveket véghez kell vinni. Elkezdtünk múltkor a tervezésről beszélni. A tervezésnek különféle szakaszai vannak, és erről szeretnék ma beszélni veletek. Ezeket lehet lépésnek, meg lehet szakasznak is hívni. Van egy előkészítő rész, tehát a célállítással meg vagyunk, ez már megvolt. A célállítás után, ha javasoltam, hogy érdemes esetleg pénz ügyesíteni, és ezeket a célokat, hogy mondjuk oda tenni egy anyagi vonzatot emellé, mibe kerül, hogyan kerül, mennyi időbe kerül, mellé tenni az időbeniségét, a prioritásokat beállítani, és ez kell egy tervet odarakni. Annak megfelelően, hogy te milyen területen dolgozol, különféle kivitelezések lehetnek. Nyilván én most a networking oldalt közelítem meg, de mielőtt a tervezést összeraknád, csinálj egy ilyen kis olyan, mintha leltár lenne. Kedvenc hasonlatom, 6 főre meghívsz valakit vacsorázni magadhoz, mondjuk ketten vagytok a pároddal, bemész a kamrába, holnap lesz a vacsora, körülnézel, és látod, hogy ezen a polcon, azon a polcon, két óra hűtő, ez van, ez nincs, ez a készlet, és ki kell találni, miből őt kell bevásárolni, hogy ezt meg lehessen csinálni, mert nyilván mi meg vagy, hogy kell megfőzni, hogy kell összerakni, stb. De előtte egy leltár nem árt. Úgyhogy érdemesnek tartom, hogy amikor megvan az a cél, amire te indulsz, és azt meg akarod tervezni, hogy először, hát úgy lőd be magad, hogy hol vagy jelenleg az életedbe. Mi a pozíciód, mi a bevételi szinted, mennyi időd van, milyen elszántsági szinted van, mennyire tudsz erre a célnak az elérésére fordítani. Ez a tervezés, ez mind nagyon fontos dolog. Ugyanis a terv ez alapján fog kialakulni, hiszen be kell ezt valóban az életedbe illeszteni, hiszen egy új dolog lesz, amit vagy már csináltál előtte, és ismerős lesz, de mindenképpen új dolog lesz, mert a mostban vagy, és a jövő fele haladsz, és össze kell rakni valamit. Ezt nagyon javaslom, hogy érdemes ilyen kis, ez nem kell hosszú órákig tartson, csak egyszerűen megnézed, hogy mennyi időd van, milyen szándékod van, milyen bevételi szinted van, most hol vagy, mit kell az összerakni. A tervezésben fontosnak tartom, ez lesz az első lépés, ugye eddig az előkészítés volt, hogy kérd benne segítséget. Kérd benne segítséget, hogyha még nem jártál azon a területen. Kérd benne segítséget, hogyha nem vagy teljesen biztos a lépésekben. Kérd benne segítséget, hogyha csináltál már hasonlót, de nem az az eredmény jött belőle ki, amit szeretnél. Ugyanis akkor számodra egy olyan dolog, ami még nem történt meg. Azt nehéz megtervezni, amikor nem ismered a terepet. Elképzelések vannak, de nem árt összerakni. Például mondjuk egy túrát szervezel a dzsungelbe, ahol még életedben nem jártál. Letesznek egy adott ponton, és ez a próbál megtalálni, hogy kell kijutni, nem látod a fától az erdőt, tehát nem látod a következő lépéseket, nem tudod, hogy milyen magaslati pontok vannak, nem tudod, hogy hol van ivóvíz, mindenféle dolog, és be kéne lőni. Hát kéne hozzá eszköz, ugye ez lesz a kettő. Egyes a segítségkérés, ott kettes az eszköz. Eszközök például a túránál, térkép,
iránytű, GPS, mitől szeretnél, és amit nagyon javaslok, még egyszer visszatérek a segítségkéréshez, még egy túravezető. Jó, azt nagyon tudom javasolni, akinek van tapasztalata. Én emlékszem, annól meséltem erről, hogy amikor életemben először mentem olyan cseppkőballang túrára, hogy a teljes sötétségbe mentünk, csak homloklámpák voltak. Jó, hogy volt velünk vezető. Amúgy nem indultunk volna. Volt vezető, volt térkép, gondolom, hogy csak a szűrődő fényt látod, mentünk sorba, fejben a sisak az nem állt, különben hajas cseppkővel is találkozol, amikor jól lefejelsz valamit. És ez nagyon klassz, meghatározó élmény volt, így családostól baráti körrel együtt végigmentünk rajta, és ez egy jó pár kilométer a föld alatt, ez nagyon klassz volt. Akterek jó sofő viszonylatban, tényleg egy jó élmény volt. Milyen jó volt, hogy volt vezető. Jó, tehát volt az előkészítés, akkor volt a meghatározás, az a leltár, hogy hogy és miként vagy, jön a kettes benne, amikor az eszközökhez tartozik ugyanúgy a segítségkérés, amikor valaki segít neked abba, aki még nem járt azon a területen. Jó? Eszközökhez tartozik a naptárhasználat, eszközökhez tartozik egy napi rutin kialakítása, például, ez egy nagyon fontos eszköz, mert ugye így lesz belőle valami, hát amíg sosem csináltál esetleg ilyen tevékenységet, nem is tudod, hogy milyen lépései vannak, hogy mit is kéne csinálni. Eszközhez tartozik, hogy valaki egy rendszert használ. Ha velünk együtt működsz, velünk együtt dolgozol, akkor tudod, hogy milyen rendszert használunk arra, hogy lesz az elméletből gyakorlat, gyakorlatból pedig siker. Ha valami nem velünk dolgozol, biztos, hogy a saját csapatodnak, saját csapatotoknak, felsőadnak is van olyan rendszere, ami A, B, C, D-je, és így mész végig az ABC-n. Ha nem networker vagy, hanem valami más vállalkozás, vagy más tevékenység, ott is kéne, hogy rendszer legyen, ami alapján mentek előre. Jó? Tehát a második résznél tartanak az eszközöknél, segítség, vezető, mentor, rendszer, használat, naptár használat, a napi rutin kialakítása, ez mind benne van, és ezt még hosszú órákon keresztül lehetne sorolni, de ezek így alapban bent vannak. Jó? Akkor a következő lépés nyilván az lesz, hogy akcióba lendülés. A tervezésnél fontosnak tartom, hogy ne a legnagyobb céllal kezd, mert ugye időben és sorrendből beszéltünk, hogy a céloknál beállítod, kezdj olyannal, ami viszonylag rövid távon és viszonylag egyszerűen megvalósítható, és azt tervezzétek meg. Szóval azért, hogy ez amit a bemelegítés edzés előtt, hogy kicsit úgy belegyere az egész munkába, a gondolkodásmódba. Nem véletlen, hogyha a velünk együtt dolgozó partnernek egyszerűen olyan szinteléréseket raktunk össze, olyan szinteléres segítő, ilyen üzleti elképzeléseket, csomagokat raktunk össze, amik segítenek azt, hogy mind a következő szintet meg tudják lépni fejben, be tudjanak érni hozzá. Jó, ez egy izgalmas dolog. Ez tényleg ugyanaz, mint egy bemelegítés, ugyanaz, amikor mondjuk a súlyzós edzés végzel, bemelegítesz, kis súlyjal kezdesz, nem olyan ismétlés számmal, nagyobb pihenőkkel, és a többi, és ahogy belejön az ember, egyre könnyebben fog működni. Ahogy mész végig a tervezés és megvalósítás lépésein, éleled el sorban a kisebb, majd később nagyobb célokat, egyre jobban és egyre könnyebben fog működni. De a sorrend még egyszer ugyanez. Tehát úgy, mint a bemelegítést, büntetlenül nem nagyon lehet csinálni edzés bemelegítés nélkül. Majd később megjön a káros hatása. Úgyhogy figyeltek oda rá. Jó, tehát megvoltak az eszközhasználatok, megvolt az, hogy térben, időben betettük az egészet, javaslat, hogy kisebb cél megvalósítása, tervezésével kezdjétek. Ez nem azt jelenti, hogy nagyobbakat el kell engedni, a csodát, pont az a lényeg, csak ugye bele kell jönni a formába. A következő lépés, hogy annak az együttműködésnek a lefixálása, ahogy te a segítőddel, mentoroddal, szponzoroddal együtt dolgozol. Van egy adott projekt, van egy adott cél, van hozzá egy hónap, két hónap, három hónap adva, fél év, egy év, kinek milyen hosszú, kértél benne segítséget, kasz benne segítséget, megbeszéltek, hogy milyen lépéseket tart be, te mit csinálsz, ő mit csinál, ki mit csinál benne, hogyan működik maga a projekt, ezeknek a feltételeit. Ki mennyire tesz bele, mi a kontroll benne, mi a lefolytatása, hogy működik az egész. Jó, ez egy nagyon fontos dolog. Tavaly beszéltük egy csomót erről, ezek a szponzorás, mentorálás tőkei lépései voltak, úgyhogy most nagyon nem megyek bele, de ez egy fontos tisztázás. És az ötös lépés, hogy lendülj akcióba. Jó? Abszolút ez van benne. Lesznek majd lekövetési részek,
Igen, esetén szívesen belemegyek. Jó? Tehát ha szeretnél ebbe a témában többet hallani, és úgy gondolod, hogy szeretnél még a tervezésről egy picit beszélni, akkor nyom nekem egy egyest, egy több, egy ilyen lájkot. Lájkot, hogy befordítod, így is egyes, úgy is egyes. Akkor nyomj egy, írj egy egyes nekem, hogyha szeretnél többet hallani erről. Jó? Amíg várom itt az egyesek mennyiségét és garmadáját, akkor összefoglalom, miről beszéltünk el először. Van egy előkészítési rész, van ez, amikor ugye megnézed, hogy hogy és miként van. A következő részben egyszerűen elkezded behelyezni térben, időben, segítséget kérsz benne, körülbelül belőled, hogy mi és hogyan van. A következő részekben, 2-es, 3-as, 4-es részekben segítséget kértél benne, tudod, hogy lépésről lépésre hova kell menni, lehetőleg a kisebb céllal kezdesz, kialakítod napirendet, megbeszél az együttműködési feltételeket, ezek mind-mind-mind ide tartoznak, és ugye akcióba lépés, hogy akkor kezdjük el csinálni. Jól látom, hogy kaptam egy csomó egyest, akkor jövő héten még egy picit belemegyünk itt a konkrét részletekbe. Ez mind benne van. Jövő héten csinálunk egy ilyet, mit szólsz hozzá, hogy mondjuk egy valamilyen kis tervet végigszaladunk így lépésekbe. Jó, egy ilyen 10 perc alatt, hogy nullától végig, 10-ig, mondjuk a 10-es a skála, hogy kell összerakni valamit, jó? Tehát csinálunk egy ilyen kis terepgyakorlat, egy kis workshopot 10 percbe, jövő hét pénteken, hogy lesz egy adott téma, ezt kell megvalósítani, beteszik a gyakorlatba. Azért mondtam el mindezt, hogy ez benne van, mert ez nagyon fontos, hogy megtörténjen. Az egész tervezés, az egész lépés sorozat alatt fontos lesz számodra azt, hogy plan, do, review, tervez, csináld, értékeld ki, és akár csináld újra. Jó? Tehát tervez, csináld, értékeld ki, csináld újra. Rendkívül fontosnak tartom. Ugyanis, ha nem nézed közben, mi történt, nincs rajta kontroll, úgy el lehet térülni, mint a húzat. Nagy elkötelezettség kell hozzá. Úgyhogy ezek voltak a kis rádöntött tervezési szenetek, ötletek. Jövő pénteken folytatjuk, végigvisszük egy ilyen kis mini lépéssorozattal, hogy mondjuk egy forgalom, egy üzleti szinten, ami megálmodjuk, akár írjátok meg nekem, hogy miről beszéljünk, ne a legnagyobb lépések kezdjünk, akár lehet egy foreveres üzleti szint is, hogy akkor lépések szerint hogy lehet és miként lehet összerakni. Na, mit szóltak hozzá? Jó, és akkor beszéljünk kicsit az előkészítésről, beszéljünk kicsit az időbeniségről, a napi rend, napi rutin kialakításról, beszéljünk kicsit a megállapodásokról, amit a szponzoroddal csinálsz, illetve az, hogy hogyan tudod kontrollálni a folyamatot, és ez egy nagyon király dolog. Jó? Örök, hogy együtt ötleteltünk ma reggel is. Egészségetek, egy kóly kávé. Szuper hétvégét kívánok! Amúgy ebben a témában március 5-én az online startunkon, a megújulás starton biztos, hogy kaptok nagyon jó tippeket. Ha tudsz, akkor tartsanak március 5-én a starton, és várunk a további spirit előadásokon is. Sziasztok!